Szeptembertől külföldön folytathatja tanulmányait Havasi Kristóf. A 18 éves bonyhádi tehetséges fiú kiskora óta szakszofonozik. A zene iránti szeretetét családjától hozta, hiszen nagyapja és édesapja életét is átszötte a muzsika. Tanulmányait is ebben az irányban folytatta, sőt az iskolás évek alatt számos versenyen meg is mérettette magát. A nagyapám volt zenész, a bonyhádi zenéskolában tanított trombitát, és és a Bonyhádi Fúrózene karmestere is volt egyben. Viszont a trombita mellett sok más hangszeren is játszott, clarinéton, hegedűn és ugye szaxofonon is. És amikor átmentem kiskoromban a nagyszüleimhez, akkor mindig elővette nekem és játszott a különböző hangszereken. És ugye, mint említettem, volt ugye egy zenekara, ahol édesapám szaxofonozott, és így találkoztam magával a szaxofonnal. 6 éves koromban iratkoztam be a zenéskolába, itt Bonyhádon és utána 14 éves koromban kezdtem el a Budapesten a Bartók Béla Zenőzeti Szakközépiskolát, és oda jártam négy évig. Hát azt kell röviden tudni erről az iskoláról, hogy egy gyakorlatilag zenei szakgimnázium, tehát ugyanúgy vannak olyan óráink, mint egy gimnáziumban, viszont emellett van csomó zenei tantárgy is. Amikor ide jártam általános iskolába, akkor elkezdtem versenyekre járni, mert uh, akkor is fontosnak tartotta a tanárom, hogy találkozni a többi szakszofonossal, megismertetni magamat a zsűrivel, és uh, kipróbálni magamat ilyen helyzetbe, az nagyon fontos. Ezért uh, voltam, ha jól emlékszem, megyei, regionális és országos versenyen, és mindegyiken sikerült első elérnem még itt általános iskolában. Uh, a konzis évek alatt jártunk több nemzetközi versenyre is, voltunk Szabadkán, egy nemzetközi versenyen, Varazsgyilman, ami Horvátországban található, mind a kettőn értem el, és online versenyeken is részt vettünk ugye a karantén alatt. Megjelent ez a fajta versenyzés is, hogy videót vettünk föl, azt kellett beküldeni, és utána azt nézte meg a zsűri. Úgyhogy küldtünk egy videót Ukrajnába, ahol megint csak sikerült első helyezést elérnem, és még egy nemzetközi versenyre, a Concertino Prága versenysorozatra, ahol a legjobb hat versenyzők közé jutottam, és így kaptam egy koncert lehetőséget Kint Prágában. Kristóf gyerekkora óta tudta, hogy a zene iránti szeretete el fogja kísérni egész élete során. Kiskoromban akkor is már tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de akkor is mindig egy kikapcsolódás volt és most is így érzem, hogy a konzis évek alatt ez így megmaradt, hogy kiszabadultunk az órákból, nem kellett már az iskolapadban ülni, és akkor jön a felszabadult kis gyakorlás, akár a többiekkel játszottunk egy kicsit, vagy szórakoztunk ugye a hangszereken, szóval egy kikapcsolódás jelen számomra. Én elsősorban klasszikus zenével foglalkozom, azt játszok, azt gyakorlok, viszont megpróbáltam a jazzt is, mert nagyon szerettem hallgatni, és nagyon tiszteltem azokat, meg szerettem társaim közül is, akik játszott. Ezért kipróbáltam, hogy nekem, hogy megy ilyen fakultáció szintjén két évig a konziban, viszont azt éreztem, hogy nem annyira van ahhoz érzéke, mint például a klasszikushoz, és kevesebb idő is jutott ugye a klasszikus mellett, arra azért ugyanannyi időt rá kéne szállni, hogyha azzal úgy szeretnék haladni, mint a klasszikus zenével, ezért maradtam a klasszikus szakszofonnál. A következő tanévet Kristóf már a Brüsszeli Zeneművészeti Egyetemen fogja megkezdeni, amit egy ösztöndíjnak köszönhet. Ez a stipendium peregrinum ösztöndíj, ez ha jól tudom, akkor három éve indult, és én egy bonyádi ismerősömtől hallottam erről az ösztöndíjról, aki szintén elnyerte ezt, és Amsterdamban tanult, ő nem zenész, viszont ő is ez, ez a, ezt a lehetőséget igénybe vette, és ezt tudott egyetemen tanulni külföldön de utána rákerestem az interneten, és ott is rengeteg mindent lehet róla találni. Azt kell a tudni, hogy van egy pályázat, amit be kell adni, meg vannak a kérdések, amire ilyen szerűen kell válaszolni, versenyeredményeket feltölteni, és egy bemutatkozó videót. És miután ezt beküldtük, ezt egy zsűri megnézi, és kiválasztanak minden évben más, idén 49 embert választottak, aki bekerül egy táborba. Ez a ennek a tábornak az a lényege, hogy csapat, csapatokba osztanak minket, és minden csapatnak van mentora, aki figyeli, hogy hogy dolgozunk, és vannak csapat és egyéni munkák, amiket az egész tábor előtt kell prezentálni, és az alapján próbálnak minket pontozni, bírálni, és majd ebből a 49-ből, 49 emberből választotta ki 23-at. Nagyon sok, nagyon sok élményt, sok barátot szeretnék szerezni. Már voltam kint egy, egy hónapja, amikor meghallgattam a diplomákat, és megismerkedtem a tanszakkal, és nagyon szeretem, nagyon jó fejek. Megismerkedtem a tanárokkal is, az egyik, egyiknél már voltam órán, viszont a másikat azt csak így interneten keresztül ismertem meg, és beszélgettem vele is, és nagyon megnyugtató volt. És emellett még azt várom, hogy nagyon sokat tudjak szakmailag fejlődni, hiszen két nagyon-nagyon jó professzorhoz kerültem be, és nagy lehetőség. Az álmom mindig is az volt, hogy uh, valahogy a zenével kapcsolat, tehát a zenével dolgozzak valamilyen formában. Uh, nagyon szeretnék uh, szólókoncerteket játszani, valamint kamara koncerteket is majd uh, felnőttként, viszont uh, mindig is nagyon vonzott a tanítás. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy egy uh, középiskolában vagy akár egyetemen tanítanám a szaxofon, és uh, emellett járnék akár versenyekre, és, uh, és emellett koncerteznék. Az ifjú zenés szabad idejében szívesen sportol. Már kiskoromtól nagyon szerettem a sportokat, nézni és, és játszani is egyaránt. Ezért kiskoromtól mindenféle sportra jártam, úszással kezdtem, aztán atlétikára jártam, és ha jól emlékszem, akkor hatodikos vagy hetedikes voltam, amikor elkezdtem kosarazni, és az fogott meg igazán. Szóval mai napig szoktunk a, most már csak a barátokkal kosarazni, de mindenféle sport vonz. Kristóf izgatottan készül az egyetemi évekre, nagy dolognak tartja, hogy külföldön tanulhat tovább. A biztos siker érdekében pedig minden tőle tehetőt megtesz. Angol nyelvtudása mellett majd egy éve francia nyelven is elkezdett tanulni, hiszen a brüsszeli iskolában szükség lesz majd erre a tudására is.